Az intézmény igazgatója, Andó Károly köszönti Franciaország magyarországi nagykövetét és a Budapesti Francia Intézet együttműködési és kulturális attaséját. A francia nyelvet tanuló diákok tánccal, zongorajátékkal és francia nyelvű jelenetekkel készültek az eseményre. Az ilyen és ehhez hasonló közösségi programoknak köszönhető a minőségi cím elnyerése is. Ennek az iskolának az elkötelezettsége hatalmas a francia nyelv iránt, és ahhoz, hogy ezt a díjat megkapják, különböző kritériumoknak kell megfelelni. Többek között annak, hogy francia anyanyelvű tanárt kell foglalkoztatni, több tárgyat francia nyelven kell tanítani, illetve olyan francia nyelvi környezetet kell teremteni a gyerekek számára, ami ezt a munkát lehetővé teszi. Illetve a DELF nyelvvizsgák száma és minősége is nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy ezeknek a nagyon szigorú kritériumoknak is megfeleljen az intézmény. Igazgató úr elmondta, nagyon büszkék arra, hogy idén is 20 diák vehette át a francia nyelvvizsgát tanúsító oklevelet. Jelenleg közel 140 diák tanul francia nyelvet az intézményben. 4 óra francia nyelven történik, amely a francia idegen nyelvi órákat jelenti. Ezen kívül 3 közismereti tárgy oktatása is francia nyelven folyik a 2 tannyelvű képzéseken, és erre kiindulva az Erasmusra folyamatosan pályázunk. Bordeaux-i testvériskolánk van, és a következő hónapban már Le Mans-ba megyünk egy iskolába. Ezen kívül spanyol és török kapcsolatokkal is rendelkezik az intézményünk, amelynek közös kapcsa maga a francia nyelv. Nagyszerű kapcsolat, hiszen családokhoz megy 2 nyolcadikos tanulónk, 3 évet töltenek kinn a francia nyelv tanulásával, és büszkén mondhatom, hogy 2 francia család gyermeke pedig Nyíregyházára fog érkezni 3 hétre. 2020. szeptemberében kezdte meg az első francia-magyar két tannyelvű osztály tanulmányait a nyíregyházi Apáczai Csere János általános iskolában. Az angol és német két tannyelvű oktatás mellett új színfolt Nyíregyházán a francia-magyar két tanítási nyelvű képzés.